Sziasztok, Matilda vagyok, és rezeg a telefon. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó egy barangolás Európában rész lesz. Mikor van egy kis barangolás Európában ki, hogy ezt mindig elfelejtem, mit kell ilyenkor beszélni, de mindegy. Szóval, a mai utazás során Dániába megyünk el, és ehhez, Jézusom, majdnem lelögtem a könyvet, és egy nem túl hosszú könyvet hoztam, gyorsan ki lehet olvasni, viszont nagyon tetszett. Ez pedig nem más, mint Lén Kaberboltól. A sárkány hívása, csak próbálom úgy fordítani, hogy a lámpától ne... Igen, hogy a lámpától ne fény len. Fény. Mi ez? Ne süsse ki a kameralencsét, meg a senki szemét is, mert így csillog. Vagy hát nem csillog, de így mindegy, fénylik az. Jó, igazából reggel van, és körülbelül néhány órán belül megyek Szegedre, és kicsit nem vagyok toppon. De se baj. Szóval ez volt a Dán könyv, ez lesz a Dán könyv, amit most bemutatok. Szóval ez a könyv Dán szerzős, és a Metropolis Media kiadótól kaptam, náluk jelent meg egyébként most. Hát mikor ez a videó kimegy, addigra már kb. Egy hónapja, de a lényeg, hogy ez egy friss megjelenés. És egyébként ilyen fun fact, amikor először összeírtam a barangolás Európában-t, akkor, mármint ezt az egészet kitaláltam, akkor úgy csináltam, hogy először gondoltam, így tömbösítve megyek, hogy északi országok, nyugati országok, tehát hogy így mentem volna. Nem jött össze, mindegy, de az északi országokkal kezdtem, és ott Dániához ezt a könyvet írtam föl, csak azt ugye még angolul, mert nem volt lefordítva magyarra, viszont angolul nem lehet nagyon kapni sehol, úgyhogy igazából nem jutottam el odáig, hogy elolvassam. Ezért nagyon örültem, amikor megláttam, hogy fordítják ezt a könyvet, mondom, tökéletes, ezt meg is kell szereznem, úgyhogy meg is kaptam recenzióban, úgyhogy nagyon szépen köszönöm a kiadónak. Ez egy ilyen 240 oldalas, 240 pont azt hiszem, de úgyis 224 oldal, mindegy, részletkérdés. Szóval ez egy nagyon rövid kis ifjúsági fantasy, félig meddig gyerekkönyv. A főszereplőnk is csak 11 éves, szóval nem egy ilyen vastag, nagyon komoly, nagyon véres fantazi. Mondjuk, ha belegondolok, azért elég realisztikusan voltak benne dolgok leírva. No, és ebben a fantazi világban vannak a bizonyos szégyenlátók, és ezek olyan emberek, akik, ha belenéznek a másik ember tekintetébe, szemébe, akkor látják azokat a dolgokat, amiket szégyelnek. Szóval így az igazságot ők egyszerűen látják valaki másnak a tekintetéből. Szóval így igazából hazudni nagyon nem lehet nekik, ha csak valakinek abszolút nincs szégyenérzete. És a főszereplőnk Dina, egy 11 éves kislány, az anyja szégyenlátó, és ő is örökölte ezt a tehetséget per átkot nézőpont kérdése, ugyebár. Egy nap Dina anyját elhívják, egy gyilkossági nyomozásban kell segítenie, van egy gyanúsított, és ki kéne deríteni, hogy tényleg ő a gyilkos. És aztán végül Dina is oda keveredik, és a végén neki kell megoldania ezt az egész ügyet, és segíteni az anyjának. Rövid a könyv, és nem nagyon akarok spoilerezni még most, és tudom, mi van a fülszövegben, de azt sem nagyon akarom így pontosan elmondani, hogyha valaki el akarja olvasni, akkor az ugye meg tudja tenni. De hogy tényleg így ez az alapkoncepció, nem is akarok most külön spoileres részbe belemenni, mert tényleg ez nem egy vaskos könyv, és nagyon jó tulajdonsága például, az csak, már megint így tartom kb. Szóval nagyon jó tulajdonsága, hogy ugye rövid, és olyan módon tömör, hogy nem kalandozunk el így nagyon messzire a sztoriban. Tehát, hogy konkrétan a történetre fókuszálunk, arról van szó, azt követjük. Nyilván nincs egy ilyen 200 oldalas plusz világépítés magyarázás mellé, de szerintem nem is kell, abszolút nem volt emiatt hiányérzetem, mert ezt a szégyenlátóságot magyarázták benne, egyébként meg egy sorozat itt látszódik is, szóval valamennyi plusz magyarázat biztos jön hozzá a további kötetekben, úgyhogy nagyon remélem, hogy le lesznek azok is fordítva, mert engem érdekel, és nem is tudom, hogy 4 vagy 5 csillagot adtam a könyvnek, de lehet, hogy olyan 4-es felett, és Goodreads-en 5-öt, valahogy így adtam, egyébként fantasztikus, imádom a borítóját, csak így gyors kitérő, tehát annyira tetszik, hogy meg lett csinálva, és jobban tetszik, mint az angol, meg talán a Dánról is láttam, de mindegy, nekem nagyon tetszik valahogy ez a képi világ. Ja igen, azért vontam le belőle Mojon azt hiszem fél csillagot, mert ugye rövid tömör koncentrál a sztorira, azt követjük, azt pár nap eseményét nézzük végig, de
És itt volt az, ami miatt tevel ezt a félcsillagot a végén levontam, ami kicsit zavart, hogy a vége is nagyon gyorsan meglett. Tehát az spoiler nélkül, az, hogy ott a végén, amikor úgymond megoldódik a, hát nem oldódik meg a probléma, de hogy úgy ez a könyvnek a problémája így lezáródik, és így lezáródik a kötet, az nagyon-nagyon gyorsan van, tehát ilyen másfél-két oldal alatt így lerendezték az egészet, és az volt egy kicsit fura és kicsit túl gyors, de gyanítom ebben az is benne van, hogy ugye ez folytatódik, tehát nem biztos, hogy feltétlenül kellett volna még húzni mondjuk a végét, vagy tovább magyarázni, mert hogy gyanítom a további kötetekben folytatjuk ott kb. Ahol abba hagytuk, és így ez a vége annyira nem lényeges. De azért kicsit gyors volt még így is. Sárkányok nem átverés rajta, mondjuk ez a borító kicsit más suga, mint ami valójában van benne. Mindegy, vannak benne sárkányok, de én eredetileg egyébként kicsit más szerepet gondoltam a sárkányoknak, nem csak azt, hogy tartják őket házi állatnak és megetetnek velük embereket. Ez most lehet spoiler volt, de úgyis akkor kiteszem a kis spoiler jelzetet. De tényleg azt hittem, hogy ebben valami, nem tudom, meg a borító alapján is lesz valami nagyobb szerepe a sárkányoknak. Annyira nincs egyelőre, azt tudom mondani, hogy egyelőre még ilyen szerepük nem volt, mint amire én gondoltam, vagy mint ami így a borító alapján hirtelen beugorhat akár az embernek. De igen, szóval nagyon tetszett, és nagyon örülök, hogy el tudtam ezt a könyvet olvasni. Ez volt akkor Dánia. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomtok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal.